Rendkívüli testületi ülést tartott Bátaszékváros képviselő testülete július 14-én. 14 napi rendi pontot tárgyaltak és döntést hoztak a tájház felújításán kívül, többek között arról is, hogy a város közvilágítása fejlesztésre szorul. Döntött arra a képviselőtestület, hogy a város közvilágításának korszerűsítése érdekében egyrészt megkezdi a lámpatesteknek a cseréjét. Sajnos abban az állapotban kerültek már lámpatestek, hogy nem tudnak üzemszerűen biztonságosan működni. mint Mintegy 3,6 millió forintos is keretösszegig idén is megkezdődnek majd a felújítási munkák. Ezen projekten belül elhelyeznek egy új kandelábert a Petőfi Sándor művelődési ház előtt, ami segíti majd a biztonságos közlekedését azoknak, akik este érkeznek az intézménybe. A közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos feladatokat a város saját forrásból finanszírozza majd, hiszen erre most nincs pályázati lehetőség. Döntést hoztak továbbá tájház felújításával kapcsolatban is. Benyújtásra kerül majd a tájház felújítására vonatkozó pályázatunk, mintegy 36 millió forint keretösszeg erejéig próbálunk majd forrás szerezni. Ebben a 36 millió forintban durván 16 millió forint az önkormányzat önereje, 20 millió forint pályázati forrásra próbálunk majd reményénk szerint pozitívan pályázni. Az elkövetkezendő időszakban a város jó néhány pontján munkálatok kezdődnek majd. Többek között a piactéri parkoló átépítése, a kövesdiárok mederkotrása és a gondozási központ tetőfelújítási munkálatai is megkezdődnek.